Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Tisztelettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, Rónai Egon vagyok, és a Több-kevesebb című műsort, a Spirit FM gazdasági magazinját hallják. Elkezdődött az érettségi, ugye a tegnapi nap a magyar érettségikkel izgalmakat hozott, a mai pedig még inkább, mert ma írják a matek érettségit a diákok. A kérdés az az, hogy ha nem sikerül, akkor mi vár egy diákra? Ez lehet, hogy első körben nem is annyira az iskolába járókat, az érettségizőket, hanem sokkal inkább a szüleiket izgatja, úgyhogy nekik adunk majd tippeket pillanatokon belül a Mindiák Szövetkezet vezetőjével beszélgetve. Aztán szólunk arról is, hogy 40 millió forintnyi bírságot szabtak ki a For Life direkt biztosítás közvetítő cégre, hogy miért és hogy milyen rendszer szintű jelenséggel találta szembe magát a GVH, efelől érdeklődünk. Aztán megjelent az 500 millió forintos keretösszegű pályázat, amely kifejezetten civil állatvédő szervezetek részére született, hogy ki pályázhat és milyen célokkal, ennek járunk utána majd, és beszélünk arról is, hogy bármilyen meglepő, az MVM veszteséges lett, pedig 2023 volt elfben a legjobb évük, hogy ez hogy fordulhatott elő, ki vitte a pénzt és hova, ezt is megpróbáljuk megtudni a mai műsorban. Így lesz ez ma, itt van a vonalban Göbl Róbert, a Mindiák Szövetkezet vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Róna úr, üdvözlöm a hallgatókat. Szóval az érettségi szezon. Hát, ha benne vagyunk, akkor benne vagyunk az izgalmakban is. Hogy sikerül a gyereknek, mire lesz elég, amit ír, amit tud, hány pontot fog összeszedni, és hova tud felvételizni, és ha nem sikerül, akkor mi lesz vele? Valóban ezek nagyon fontos kérdések, úgyhogy teljes mértékben egyet értek, vagy együtt érzek a szülőkkel, hiszen jó magunk is érintettek vagyunk ebben a helyzetben, a mi kisebbünk fiunk is most érettségizik, úgyhogy csíha. Mi is épp úgy szurkolunk. Igen, mi nehéz volt a matek, nekik. Mit mondott? A matek, igen, ez most a legnagyobb kihívás. Én nem mesélnék szívesen arról, hogy mekkora tudással mentem a matek érettségére. Csodaszámba ment, hogy átmentem valahogy, úgyhogy azt gondolom, hogy együtt érzek minden diákkal, akinek ez nehézséget okoz. Igen, mi is szorítunk csodákért, és én úgy gondolom, hogy minden szülő tényleg, hát szívügyünk a mindenkinek azért a gyermekei, és talán nyilván egy világbajnoki döntőbe kerülés során is szurkolnának a magyar válogatottnak, de hát még mindenki a saját gyermekének tulajdonképpen sikerének a kovácsa szeretne lenni, és mindenben támogatni a gyermekeket. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy bármi is lesz a helyzet, hát pánikra vagy aggodalomra semmi ok, hiszen mindig van olyan lehetőség, amit nyilván az élet tud produkálni. Jót meg talán kevésbé jót is, de minden helyzetre vannak megoldások. Hát ráadásul egyáltalán nem biztos az, hogy nem az lesz a sikeres útja a gyereknek, ami igen. Majd egy BCD tervként elébe kerül, és hogy az A terv lett volna az egyetlen lehetséges jó választás. Arra kérdeznék én rá, hogy amikor kiderül, hogy mondjuk nem sikerült jól a matek, azt azért, hát azt tudjuk. Tehát amikor kijövünk egy ilyen helyzetből, akkor pontosan tudjuk, hogy mit ér, amit ott mi produkáltunk. A pánik helyett mit érdemes elkezdeni? Azonnal érdemes nekilátni, megnézni, hogy hova lenne lehetőség, még így is akár? Mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy legtöbb gyermek azért több helyre is beadta a jelentkezését, és hogyha az álomszakasz nem is jött össze, akkor valóban második, harmadik helyen meglejelölt lehetőség. Lehet, hogy az lesz végül az A-terv, és abban lesz sikeres, majd később a pályafutása során. Tehát mindenképpen érdemes elkezdeni azokat a tanulmányokat is, amik lehet, hogy a rangsornak nem az elejét jelentették. Egyrészt tapasztalatot szerez a gyermek a felsőfokú képzéssel kapcsolatban. Másrészt, ha menet közben érzi, hogy ez tényleg nem az ő világa, akárhogy próbálja, akkor még mindig vannak alternatívák. Tehát tud tulajdonképpen halasztani is adott esetben, és az alatt akár munkát is vállalhat, ugyanúgy a Mindiák Szövetkezetnél és a legtöbb iskola szövetkezetnél vannak nappali tagozatos diákok számára munkalehetőségek, tanulmányok alatt, vagy akár... Na jó, de ez azoknak van csak, akiket felvettek?
Így van, ez fontos, hogy tehát a felvételnének sikerülni kell, illetve hát azért azt hozzátenném, hogy a diák igazolvány érvényességéig, ami feltétlenül a legtöbb érettségizőnek ezen október 31-i dátum szerepel, tehát addig ők tulajdonképpen tudnak munkát vállalni, akár nyáron, vagy egy kicsit tovább is. És ne felejtsük el, hogy azért itt van egy olyan lehetőség, hogy van pótfelvételi lehetőség is, nyilván akkor nem lehet már több szakot és intézményt megnevezni, csak egyet, tehát akkor még van egy ilyen lehetőség is, hogy akkor egy újra gondolással ezt át lehet gondolni, vagy adott esetben, hogyha nem sikerült, előfordulhat, hogy nem csak átcsúszik valaki, hanem esetleg megakad, és ezen a valamelyik tantár gátján, akkor azért ott van tulajdonképpen a pótérettségi lehetősége is, de olyanról is számos példát hallottunk, hogy valaki következőben újra megpróbálja, és akkor már csak arra az egy tantárgya kell, lehet, hogy készüljön, koncentráljon, amely neki nehézséget okoz. Régen, az mindig könnyed. Régen azt mondtuk volna, és hát lehet, hogy most is mondjuk ezt, akkor kérdezem inkább, hogy ha valakinek nem sikerül az érettségi, vagy nem sikerül ennek folyamányaként a felvételi úgy, ahogy szeretné, és azt mondja, hogy akkor jövőre megpróbálja újra, akár még úgy is, hogy mondjuk nekirugaszkodik egy emelt szintű érettségének is, arra felkészül. Tehát más pontszámmal megy a következő esztendőben. Addig érdemes elvégezni akár egy OK és képzést is, valamiféle szakmához jutni. Igen ám, de hát ez a lehetőség, ez a maga egyszerűségében, mintha megszűnt volna, és most ezek az OK és képzések, két éves képzések is iskolai rendszerűek lettek. Vagy van kivétel? Igen, hát adott esetben ezek közül is lehet, ha van olyan, érdemes akár azt választani ezek között, ami nappali tagozatos státusz is kínál, ha van ilyen a képzések között. Nyilván az is fontos, hogy a kvalitások és az érdeklődés kört ez lefedje, tehát ez illeszkedjen valamelyest a pótullagos elképzelésekhez, de vannak rövidebb képzések, amik talán lehet, hogy pár hónap alatt el lehet végezni őket, amik az átmeneti időben, tehát hangsúlyozom, hogy az átmeneti időre is szólhatnak, tehát nem kell, hogy az élethosszig kitartson, tehát lehet, hogy valaki például nem szeretne bekapcsolódni bármilyen ágazatba és ott betanított tevékenységet végezni, akkor lehet, hogy mondjuk egy tarroncás képesítést el tud látni, amivel egy magasabb szintre emelten ugye ezt el tudja látni, és akár addig a levelezőn, vagy estén tudja folytatni a tanulmányait, vagy mikor sikerül és felvételizik, akkor vagy sikerül neki már egy jobb érettségit írni, amely egy nagyobb dobbantást jelenthet az ugródeszkáról, akkor csatlakozik vissza abba az irányba, ami mondjuk az eredeti elképzeléséhez közel áll. Hát ráadásul vannak olyan szakok, ahol igenis beszámítják, hogyha valaki úgy megy felvételizni, hogy van valami szakirányú tapasztalata, munkatapasztalata, lehet, hogy érdemes ezt kihasználni. Például az egészségügyben szokták szeretni pluszpont számjár érte, hogyha valaki ápolónak elmegy, mielőtt felvételizik valamilyen szakra. Egyrészt, másrészt én mindenkinek javaslom, hogy ne ijedjen meg, vagy hatódjon meg attól, hogy akár kétkezi, tehát nem szellemi, hanem egy kicsit fizikai irányú munka végzés, mert rendkívüli gyakorlati tapasztalatra lehet szert tenni, amit sok esetben utána be tud forgatni a későbbi irányba, amiben visszaáll. Tehát lehet, hogy most ha nem talál valaki mérnök gyakornoki feladatokat, de mondjuk majd később építőmérnök lesz, akkor lehet, hogy be tud csatlakozni olyan kétkezi munkával, ami nagyon sokat lehet tanulni, akár egy házépítésnél is, hogy mi miután következik. Tehát, és ezt feltétlen tervező asztal mellett nem biztos, hogy egy az egyben össze lehet szedni ezt a tudást. Egy mondat erejéig arra, amivel igazából leginkább foglalkoznak, hogyha valaki leérettségizett, eljutunk az október 31-éhez, amikor lejár a diák igazolványa, és nem sikerült a felvételije, akkor vagy a normál munkaerőpiacon helyezkedik el, vagy nincs más út, mert hogy önöknél diák munkát nem vállalhat, még akkor sem, ha azt mondja, hogy ő jövőre felvételizni akar, ugye? Tehát amíg a diákigazolvány érvényes, addig tart a diák munka. Igen, hát itt valóban vannak törvény megkötöttségek, tehát ami egyfelől jó dolog, tehát a jogi és a hatályos jogszabályokat tartják az iskolaszövetkezetek. Valóban, ha nincs meg a tanpali tagozatos jogviszony, akkor diákszövetkezeti keretek között a preferált törvényi feltételekkel nem tud bekapcsolódni az adott
személy ebbe a foglalkoztatásba, viszont vannak más atipikus foglalkoztatási formák, egyrészt ezen kívül is, cégcsoportunkon belül is, más diákszövetkezeteknél is nyilván vannak olyan munkaerőkölcsönzési vagy egyszerűsített foglalkoztatási lehetőségek, amelyekhez adott esetben megrendelő partnerekhez be lehet kapcsolódni, és így van, marad emellett a normál munkaerőpiac, az ott lévő kihívásokkal, tehát, hogy valaki törzsállományba főállású munkavállalóként helyezkedik el, de a tanulásról akkor is azt tudom mondani és javasolni, hogy semmiképpen se tegyenek le, tehát akár egy nyelvi képzéssel is, tehát, hogyha valakinek van egy egyéves lauf, egy kieső ideje, akkor ha mellette munkát vállal, és az lehet, hogy tényleg nem álmai munkája, de abból pénze van, az be tudja forgatni nyelvi képzésbe, és hogyha már egy szintet emel magán, tehát egy középfokúról, egy felsőfokúra eljuttatja a nyelvtudását, vagy egy másik idegen nyelvet meg tud tanulni, akkor azért ez azért többet fog érni, mint hogyha keresztre egyet fejtene otthon, mert ez később a pályafutása során ezt kamatoztatni tudja, bármilyen területre kerül az életben. Bárcsak keresztrejtény fejten, az is fejtörő valójában, de inkább valószínűleg valami sorozatot néz, valamelyik videó megosztom. Na jó, hát a legfontosabb az, hogy mindenkinek sikeres érettségit kívánunk, és hogy az álmai teljesüljenek azáltal is, hogy sikerre viszik az érettségi feladatokat. Másfelől pedig ne kessék kétségbe esni. Van lehetőség a folytatásra. Göbül Róbert, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, a Mindiák Szövetkezet vezetőjét hallották. Köszönöm szépen, szurkolom minden érettségizőnek és szülőnek. Így van, hajrá! Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Egy felemásan sikerült történetről fogunk beszámolni most Gondolovics Katalinnal, a GVH sajtószóvivőjével, mert egyrészt egy réges-régi ügy, egy 5 évvel ezelőtti ügy jutott valamelyest nyugvópontra, másrészt amiben meg nem jutott nyugvópontra, ott meg 40 millióba kerül annak, aki nem teljesítette a vállalásait. Lehet, hogy ez egy kicsit bonyolultan hangzott, de majd ezt mindjárt megvilágítjuk. Több száz fogyasztó kapott kompenzációt, és jó néhányan meg nem, ezért a bírság, de mi az alapja a történetnek, ezt kérdezem tehát Gondolovics Katalintól. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, egy kicsit pár évet vissza kell mennünk az időbe. 2019-ben zárta le az eljárását a gazdasági versenyhivatala For Life Direct és a biztosító partnereivel szemben. Akkor azt állapította meg a versenyhivatal, hogy időskori biztonság nevű kockázati életbiztosítás csomagjukat, illetve kórházi ápolással kapcsolatos biztosítási termékeiket megtévesztő módon hirdették. Tehát nagyon fontos, hogy a fogyasztók minden információ birtokában tudjanak egy ilyen biztosítási szerződést megkötni. A vállalkozás azonban nem adott megfelelő tájékoztatást, többek között arról, hogy milyen előzetes egészség, tehát az előzetes egészségi állapotuk mennyire befolyásolja a biztosított teljesítését. Tehát azt mondták, hogy nincs szükség orvosi vizsgálatokra, nincsenek egészségügyi kérdések a szerződés megkötése előtt. Tehát nem tudták a fogyasztók, hogy milyen feltételek mellett fizetik ki a teljes biztosítást. Valójában pedig hogy volt? Megkötötték a biztosítást, és utána mi történt? Hát nem minden esetben kapták meg azokat az összegeket, amiket a szerződéskötéskor felajánlottak, voltak bizonyos egészségügyi feltételek, ezek csak később derültek ki, amikor eljutott olyan helyzetbe a fogyasztó, hogy bizony szüksége lett volna arra a biztosítási összegre. Itt konkrétan például kórházi ellátást kellett volna finanszírozni a biztosítónak? Kórházi ellátást is, az sem volt egyértelmű, hogy milyen jellegű kórházi tartózkodás esetében, és mekkora összeg erejéig várható a kifizetés. Tehát sok kérdés felmerült, és ahogyan is mondta, itt több száz embert is érintettek ezek a megtévesztő tájékoztatások, tehát ez volt 2019-ben. Akkor a vállalkozás azt vállalta, hogy visszafizeti
az érintett fogyasztóknak, akik ugye sérültek ebben a megtévesztő tájékoztatásban, visszafizeti az összeget, a biztosítási összeget, illetve azt is vállalta, hogy egy megfelelési programot alakít ki, azért, hogy később ugye elkerülje ezeket a jogsértéseket. Tehát vállalt bizonyos fogyasztó jóvátételt ez a cég. De nagyon fontos, hogy ezeket a vállalásokat elfogadja a versenyhivatal, és ugye sokszor ugye a bírságot is kiváltják ezek a vállalások, itt több millió forintról beszélhetünk, több millió forint kifizetéséről. De ezeket utóvizsgálatban a versenyhivatal ellenőrzi. Szóval utána járnak évekkel később, hogy hogy történt később? Igen, akár évekkel később is. De az utóvizsgálat bebizonyította, hogy mintegy a kétharmada esetében a vállalt kifizetéseket megfelelően teljesítette a cég, illetve a megfelelési programra vonatkozó vállalásaikat is rendben teljesítették, de bizony több mint 10% vonatkozásában sem a vállalt tájékoztató levelet, sem a kifizetés nem teljesítették. Az kiderült, hogy miért igen valakinél, és miért nem másnál? Hát itt az utóvizsgálatban azt is mondta a cég, hogy nem érték el a fogyasztókat, nem tudták így tájékoztatni őket, de volt olyan eset, hogy a tájékoztató levelet sem küldték ki. Olyan nagyon nem kapartak érte, hogy elérjék a partnerüket. Hozzáteszem, hát valahogy szerződtek vele, tehát nyilván megvoltak az adatai. Igen, a versenyhivatal is azért is szabott ki 40 millió forintot, ami egyébként egy elég nagy horderejű bírság, tekintve, hogy ugye 90%-ban kifizették a fogyasztókat, mindössze 10% esetében nem történt meg, nem tudták igazolni, hogy miért nem történtek meg ezek a tájékoztatások, illetve a kifizetések, tehát egy elég komoly bírságon. De van ebből tanulság, tehát hogy nem gondolhatja azt egy cég, hogyha kap egy ilyen versenyhivatali eljárás végén egy végzést, hogy valamit teljesítek belőle, aztán jó lesz az úgy. Mert hogy a valamit az kevés. Igen, egy nagyon fontos üzenet. A versenyhivatal az együttműködésnek mindig a barátja és pártolja, hogyha a vállalkozások ugye a jogsértésüket megpróbálják jóvá tenni. Ezt mi fogyasztói jóvátételnek is szoktuk nevezni. Nagyon jó az, hogyha azok a fogyasztók kapnak közvetlen kompenzációt, akár anyagi, akár más formában, akik sérültek ebben az egész folyamatban. Ezért elfogadja a versenyhivatal nagyon sok esetben ezeket a kötelezettségvállalásokat. De nagyon fontos, hogy a cégek mérjék fel azt, hogy megfelelően képesek-e teljesíteni. Hát, milyen esetleges akadályok merülhetnek fel, tehát gondolják át, hogy ténylegesen be tudják-e vállalni azt a kötelezettségvállalást, hiszen ez a példa is mutatja, hogy csak egy részét nem teljesítették, egy kis részét nem teljesítették a kötelezettségvállalásnak, de nagyon nagy bírság lett a vége. És a versenyhivatal ezt utóvizsgálatban ellenőrizni fogja minden esetben. Nagyon helyes, viszont ha már itt az idősebbekről és a nekik szóló különböző ajánlatokról beszéltünk, mert ez is erről szólt, nagyon, nagyon kiszolgáltatottak, és gyakori, hogy megpróbálnak ezzel a kiszolgáltatottsággal visszaélni ezek a cégek, és most nem feltétlenül a biztosításokat ajánlók, hanem hogy egyáltalán akik az idős piacra akarnak betörni. Igen, azt látjuk, nem kifejezetten a biztosítási piacon, ahogy ön is említette, de például az egészségügyi termékek piacán, az egészségügyi készülékek piacán óriási probléma van, tehát nagyon kiszolgáltatottak. Mi sérülékeny fogyasztóknak is nevezzük ugye azokat, akik betegségük vagy éppen idős koruk miatt kiszolgáltatottak, és sokkal érzékenyebben reagálnak ezekre a reklámokra, hogy csökkentheti a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, vagy a derékfájását meg tudja szüntetni egy-egy készülékkel, ami akár több százezer forint is lehet. Nagyon fontos, hogy az időseknek, hogyha a családunkban látjuk, hogy valakit megkörnyékeznek ilyen ajánlattal, akkor segítsük, olvassuk el azt a szerződést, vagy próbáljuk felvilágosítani, hogy szüksége van-e arra a készítményre, arra a készülékre, és vagy akár egy
egy életbiztosítás esetében is, hogy biztosan az ő élethelyzetének megfelelő biztosítási csomagot akarja megkötni. Hát de igen. Nagyon fontos általánosságban is ugye a biztosításokkal kapcsolatban minden korosztály számára, hogy a biztosítás díjára, a futamidőre, arra, hogy milyen tényezők, feltételekkel nem fizet a biztosító, tehát mik azok a kizáró tényezők, ezeket mind olvassák át a szerződés kötéskor, és ugye ne higgyenek csupán a reklámban elhangzott információknak. Hát ha már itt tartunk, annak sem árt utána járni, hogy kinek hány életbiztosítása, vagy különböző balesetbiztosítása van. Ugye a legtöbb szolgáltató minden mellé ajánlgat valamit, aztán rábólint az ember, és van neki 3-4, egyik se jó semmire. Mert, hogy igen, az mindig, egyik kiüti mindig, a másikat. Igen, egymást ütik ki, igen. És a végén csak az van, hogy fizettem 4-et, de mire? Úgyhogy ezeket mi fiatalabbak, az idősebbek felé mindenféleképpen mondjuk el, aztán úgyis maguk feje után mennek a legtöbbször, de hát, ha tudunk segíteni. Hát, ha tudunk, és a vállalkozásokat pedig felhívjuk, hogy teljes körűen és tisztességesen tájékoztassák a fogyasztókat. Mert különben jön a 40 milliós bírság, mint ebben az esetben a 4Life Directnek is. Gondolovics Katalin, a GVA sajtószóvívője volt a vonalban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Gazdasági magazinban nem mindennapos téma az állatvédelem, pedig sokkal többet kellene erről beszélnünk. Most legalább van alkalmunk rá, mert hogy megjelent az 500 millió forintos keretösszegű pályázat, amely kifejezetten civil állatvédő szervezeteket céloz. Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos van a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok én is a rádió hallgatóknak. Az állatvédő civil szervezetek, ők azok, akikről oly sokszor esik szó az 1%-os kampányok idején, és oly sokat panaszkodnak, hogy közben meg elfelejtik őket. Nekik azt gondolom, hogy egy ilyen 500 millió forintos keretösszeg több, mint reményteli, gyakorlatilag sok esetben a túlélést jelentheti. Így van, és tényleg innen is köszönöm a civil szervezetek áldozatos munkáját, hiszen rengeteg tudás, tapasztalat van náluk. Mondhatjuk azt is, hogy 30 évig a civil szervezetek tartották Magyarországon életbe az állatvédelmet, és ezért is szeretnénk azt, hogy a kormányzat elismeri az ő munkájukat, ahogy mondtam, már 2022-ben is meghirdettünk egy 500 millió forintos keretösszegű pályázatot, akkor 187 állatvédelmi szervezet kapott támogatást, és megkérdeztük őket, nagyon jó volt a visszaigazolás, hiszen tényleg ez egy előfinanszírozott pályázat volt, és 100%-os intenzitású. 2023-ban egy állami alapítványa, a közös ügyünk az állatvédelem alapítványa, tudtuk a civileket 123 millió forinttal támogatni, és most újra meghirdettük ezt az 500 millió forintos keretösszegű pályázatot, ahova tényleg várjuk az összes állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetnek a pályázatát. Van valami korlát, hogy mi kell hozzá, hogy pályázni tudjanak? Tehát mit tudom, pozitív mérleg, vagy valami hasonló? Hát természetesen állatvédelemmel kell, hogy foglalkozzanak. 2024. januárja előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba kellett, hogy vegyék őket. És hát az állatvédelemmel és mentő, segítő és vakvezető kutyákkal foglalkozó civil szervezetek is, tehát a társállatokkal vagy a vadon élő állatokkal és haszonállatokkal foglalkozók is részt vehetnek ebbe a programba. És itt most kiemelném azt, hogy pontosan civilek visszajelzéséből tettük bele a mentő kutyás alapítványokat is, hiszen emlékezzünk csak a törökországi esetre, ahol megmutatta azt, hogy tényleg milyen nagy szükség van őnekik is a munkájukra, úgyhogy őket is bevettük, ők már tudnak pályázni erre az 500 millió forintos keretösszegre, ahol egyébként 300 000 forinttól 10 millió forintig lehet pályázni. Van arra, hát nyilván van, mert nem az első pályázat, azt akartam kérdezni, van-e arra már gyakorlat, hogy mire pályáznak a legtöbben, de hát nyilván van. Gondolom a működési támogatás, mert hogy abban van a legtöbb lehetőség számukra, az lehet a legdivatosabb. Így van, és természetesen a pályázók nagy része a működéshez, programokhoz kér kapcsolódó költségek támogatását, de természetesen mi is előírtunk a programból olyat, ami természetesen az állami törekvéseket is segíti, ilyen például az ivartanítási program támogatása, így az igényelt összegnek a 20%-át az ivartanításra kell fordítani. Ugye itt külön veszük természetesen a vadállatokkal és a haszonállatokkal foglalkozó civil szervezeteket, őnekik kötelezően ezt állategészségügyi szolgáltatásra kell, hogy költsék.
És igen, a civileknél sok minden megjelenik, mint a működés, állategészségügyi szolgáltatásnak a rendezése, de az állatmenhelyek bővítése is benne van ebbe a pályázatban. Próbáltunk tényleg velük kommunikálni, és azokat beleírni a pályázatba, amiket ők kértek. Az év elején volt, hogy megalakult egy alapítvány, a közös ügyünk az állatvédelem. Ez mivel foglalkozik? Így van. Én azt tapasztaltam, és azért jött létre ez az alapítvány, hogy nagyon fontos a civil szervezetek munkája, és nagyon sok szakmai jó tudás van egyébként itt Magyarországon. Beszéltünk az Állatorvostudományi Egyetemnek például az állatvédelmi központjáról, vagy az állatorvosoknak a tudásáról, és itt hidat akartunk képezni egyébként a szakma és a civil szervezetek között, és én azt gondolom, hogy ez a hidat elég jól építjük, és elég gyors ütembe, hiszen számtalan olyan együttműködés sikerült már tető alá hoznunk, ami szélesíti az együttműködést állatvédelem területén. Például a kokáért bevontuk a polgárőröket is ebbe a munkába, előkészítettünk sok olyan pályázatot egyébként, amiben az állatvédő civil szervezetet tudnak hatékonyan részt venni. De talán ami a legfontosabb, az edukálás is fő célunk, hiszen a magyar gyermeke az a jövő állattartója, és nagyon fontos az, hogy az edukációban megjelenjen az állatvédelem. Ebbe is kiemelt szerep hárul a közös ügyünk az állatvédelem alapítványra. A nem állatos és állatos emberek közötti konfliktussal mit tud kezdeni? Akár egy alapítvány, akár maga az állam, miközben ez persze nem állami feladat. Ugye tudja, mire gondolok, tehát a lakott van, területeken így. Az állattartók szembenéznek az állatot nem tartó és őket meg nem értőkkel. Nem ok nélkül egyébként, hogy vannak konfliktusok köztük, mert hát az állattartás az sok anomáliával is jár. Hát erre szeretném felhívni a figyelmet. Magyarországon ma nem kötelező állatot tartani. Aki tart, az felelősen kell, hogy tartsa. Ha viszont betart minden szabályt, akkor nekünk azt el kell viselnünk, el kell néznünk. Tehát ha ő pórázon sétáltatja a kutyát, akkor azt nekünk el kell fogadnunk, hogyha csak a kutyafuttató beengedi el, ami ugye ott lehetséges, akkor nekünk azt el kell, hogy fogadjunk. Tehát itt az együttélés szabályait, hogyha betartjuk mindannyian, és ez a felelős állattartásra is felhívjuk ezáltal a figyelmet, akkor szerintem ezek a konfliktus elenyésző lesz Magyarországon, és én azt gondolom, hogy ebbe az irányba megyünk, minél több kutyafuttatókat kell építenünk, hiszen nem mondhatjuk azt a kutyásoknak, hogy oké, ezt ne csináld, azt ne csináld, azt ne csináld, de nincs rá megoldás. A kutyafuttatók építése az egy megoldás, ilyen programba is kezd a kormányzat. Tehát tényleg megvannak ezek a törekvések, és én azt gondolom, hogy jó irányba megyünk, hiszen azért nézzük azt is, hogy Magyarország egy állatszerető társadalom, minden, tehát azt nézzük, akkor 10-ből 7 háztartásban valamilyen társállat vagy egzotikus állat az ott van. Hát igen, a cicákat nem szoktuk ilyen gondot okozó házi állatnak tartani, és hát rengeteg lakásban élnek macskák, de hát ugye ők nem zavarják a szomszédot, tehát az egy egészen másik eset. Igen, edukáció, ez iszonyú fontos. Örülök tehát ennek a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványnak, és hát nyilván a civil szervezetek pedig nagyon örülnek az 500 milliónak, aminek a pályázati lehetősége megnyílt előttük. Meddig pályázhatnak? Május 6-án 12 órakor nyílt meg a felület, és május 21-ig adhatják be. Ez azért ilyen rövid határidővel, hiszen egy nagyon könnyű felületről van szó, ahol tényleg nem szeretnénk terhelni az állatvédő civil szervezeteket, hogy hosszú pályázatokat írjon, hanem tényleg egy nagyon egyszerűen kitölthető pályázati felhívásról van szó, és ahogy mondtam, ez előfinanszírozott, tehát nagyon gyorsan le is fogjuk bírálni, és akár már a jövő hónapban is ott lehet a számlájukon a pénz. Biztatóan hangzik, reméljük, hogy kiválóan fogják felhasználni az állatvédők. Ovádi Péternek pedig köszönöm, hogy ezeket megbeszélettük. Az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásért felelős kormánybiztos, röviden az állatvédelem kormánybiztosa volt itt a vonalban. Minden jót kívánok önnek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. Mai műsorunk utolsó beszélgetését Balog Józseffel folytatjuk, az energiapiaci szakértővel, akinek jó napot kívánok. Jó napot kívánok! És hát a hív, amiért hívtuk, az voltaképpen kettős hír, és hát azt mutatja, hogy mindenféle bravúr lehetséges. Az első hír az úgy szól, ezt a vg.hu-ról szedem, hogy hatalmas rekord profitot termelt az MVM 2023-ban. Mondom a következő címet: veszteséges az MVM csoport. Na ez a bravúr. Hogy sikerült ezt elérni,
ez iránt érdeklődnék. Tehát azt nem tudom mondani, ugye? Nagyon nehéz megmagyarázni. Az MVM csoport maga az Magyarország egyik legfontosabb energiacége. Ez a társaság nyereséges, vadonatúj menedzsment van, nagyon-nagyon jó irányba mennek a dolgok, tehát tényleg büszke lehet rá az ország. Itt az történt, hogy a névszabánál sajnos valaki valamit félreolvasott, nagyon érdekes kérdés, hogy szándékosan vagy nem. És ebből jelent meg ez a szerencsétlen hír, hogy 190 milliárd forint a veszteség, de ez nem igaz. A cég nagyon-nagyon jól. Nem fosztogatnak, hanem osztogatnak kivételesen? Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jól megy a cég. Tehát azért megy nagyon-nagyon jól, mert azt elérték, amit 2000 óta próbáltuk magyarázni, hogy kétszeres energiaipari cégbe kell benne lenni. Áramba is, gázba is. Ők benne vannak, ugye? Van gáztárolójuk, van gázkereskedőjük, van áramkereskedőjük, van atomerőművük, van Mátrai erőművük. Tehát itt minden megvan ahhoz, hogy ez a cég tökéletes legyen. Sajnos a névszavában itt valaki félreolvasta a számokat, de ez nem igaz, a cég nagyon-nagyon-nagyon jól megy. Egyébként tavaly adott ki egy nagyon komoly kötvényt, amit 3,5-szeresen túljegyeztek. Tehát ez is mutatja, hogy a piac maga is szeretett. Jó, akkor rendbe raktuk, engedjük el a Népszava cikkét és azt, hogy mekkora a veszteség. Beszéljünk arról, hogy mitől olyan jó az MVM csoport, illetve egész pontosan ez engem afelől érint és érdekel, hogyha ekkora a profit, akkor az árak és a fogyasztói árak hogyan tudhatnának változni? A fogyasztói áraknak semmi köze nincs a profithoz. Itt kezdődik a baj. Tehát Magyarországon ugye rezsicsökkentés van, ebben van egy átlagár, és van egy átlagár feletti ár. Az átlagár feletti ár főleg gázban, ugye ez 7,5-szeres az átlagárnak, az egy oktató jellegű átlagár, mert ugye nem szeretnék, hogy túl sok gázt fogyasszon a lakosság, de az egész, amit már többször próbáltam mondani, de valahogy nagyon nehéz átvinni, hogy itt ezek nem árak, hanem ezek tarifák. Tehát ezeket a Magyar Energiahivatal megállapítja, de ennek semmi köze a piaci árhoz. Jelenleg, ha valaki az átlagfogyasztás fölé megy, áramban is és gázban is jóval többet fizet, mint a piaci ár. Ez így van. És ez jól van így? Ezzel egyébként most zajlik a vita. Tehát azért kérdezem, mert hogy ezt feszegetik, és hát erőtlen próbálkozása az, hogy gázárakat magasnak beállítani, ez megint egy cég címe, mert hogy az ellenzék persze azt követeli, hogy a szinten túlfogyasztók árait is csökkentsék. Tehát itt arról van szó, hogy Magyarországra 1975 óta érkezik az orosz gáz, de valójában Magyarországon nincs elég gáz. Ugye azt tudjuk, hogy körülbelül 1,5 milliárd köbmétert tudunk kitermelni, ennél a fogyasztás jóval nagyobb. Tehát itt arról van szó, hogy valahogy a minisztérium, azt, meg a energiahivatal azt próbálja ezzel a tarifával beállítani, hogy a lakosság ne fogyasszon túl sok gázt, hanem próbáljanak valami más csinálni. Elektromos áram, meg geotermikus energia, bármi más. De ennek egy ilyen oktató jellege van, hangsúlyozom, ennek a tarifának, mert ez nem ár, mint említettem korábban, és ez valójában szerintem ez így oké, csak meg kellene ezt az üzenetet végre a lakosságnak értenie, hogy Magyarországon a földgáz le van, hát most így mondom, akciózva, mint a Tesco-ba, de ez valami olyan leakciózás, ami nincs, mert valójában Magyarországnak ezt a gázt importálnia kell, ami jelenleg délről érkezik a Kiskun-Dorozsma nevű átadóhelyen. Ha a lakosság nem érti, akkor gondolom azoknak a fogyasztóknak kellene először megérteniük, akik meg ipari fogyasztók, vagy legalábbis vállalati fogyasztók, mert hogy leginkább talán ők azok, akik a legjobban szívták a fogukat, amikor ez bejött. A lakosság nem igaz, hogy nem próbált, tehát ugye mi is beszéltünk arról, hogy mennyire visszaesett a gázfogyasztás akkor, amikor a limitált szinttel megismerkedtünk. De hát a vállalkozások nagy része ezen nem tud olyan gyorsan változtatni, mert hát a működését kellene átalakítania. De ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és köszönöm, hogy ezt felvetette. Tehát Magyarországon a legnagyobb energiafelhasználó a lakosság, és nem az ipar. Ez egy őrült nagy félreértés.
hogy az ipar fogyaszt többet, mint a lakosság. Ez nem igaz. A lakosság a legnagyobb gázfogyasztó. Nagyon-nagyon jó, hogy végre megértik, hogy sajnos ez egy euróban, vagy dollárban, vagy rubelben importált termék, amit nem szabad olyan szinten használni, mint ahogy eddig használtuk. Mert legyünk őszinték, ameddig ment ez a szerencsétlen rezsicsökkentés, mindenki pazarolt. Mert hát ingyen volt, olcsó volt, hagy menjen. Ez volt a legnagyobb hibája a rezsicsökkentésnek, hogy egyszerűen kivette a kereslet kínálat törvényszerűségét az egész játékból, és boldog-boldogtalan áramot és gáz fogyasztott, ahogy bírta a Tesla autótól kezdve az uszodán keresztül a szaunájé. Ez nem jó, mert Magyarországon nincs elég áram se, olyan 30-40% körül importálunk, gáz meg főleg nincs. Tehát ott 80% felett van az import. És az importot ráadásul, mint említettem, valutában kell megvenni, kivéve azt. Tehát ott még az is ellene játszik, hogy ahogy gyengül el a forint az euróval vagy dollárral szemben, egyre többet kell érte adni. Szerintem jó, mert van alternatív. Értjük, és köszönjük, hogy elmondta. Balogh Józsefet hallottuk, a nyereséges és nem veszteséges MVM kapcsán beszélgettünk itt sok minden másról is. Örülök, hogy beszélhettünk, energiapiaci szakértőt kerestünk energiapiaci témában. Ez így van jól, holnapi szakértőkkel fogunk beszélgetni a legkülönbözőbb gazdasági ügyek kapcsán. Ennek a műsornak ez a jellegzetessége, mert ez a Spirit FM gazdasági magazinja. Somogyi Solymos Eszter szerkesztő nevében is elbúcsúzom önöktől. Róna Jégont hallották, viszont hallásra.